fanfár, csillogó aranykonfetti, nem mindennapi bejelentés az Arabella előadás után. Kívánok még egy meglepetés ma estére. Pasztírcsák Polina operaénekest és a közönséget is nagy meglepetés érte. Mégpedig, hogy a következő évadban ő lesz a Magyar Állami Operaház legnagyobb elismerésének egyik kitüntetettje, azaz kamaraénekese. Tudnék, most azt találtuk ki, okvácélveszterfélek az a túlra, hogy egy-egy jelentős előadás végén elkapjuk azt az énekest, aki megkapja ezt a hattyút ebben az évadban. És még egyet hozzá kell tenni ez a hattyúhoz, hogy olyan énekest is megkaphatja, aki már egyszer megkapta. És azt tudjuk, hogy a hattyú az nagyon hűséges állat, és ezért, ha két hattyú van otthon, az még inkább azt jelenti, hogy az az énekes hűséges az operaházhoz. És ma este ezt a hattyút az egy cím szereplője, Pasztírcsák Polina kapja. Az Operaházban 2011-ben debütált Pasztírcsák Polina számos nemzetközi opera és koncertenekesi felkérése mellett továbbra is rendszeres fellépője a Budapesti Dalszínháznak. A most lezárult Arabella sorozat címszerepe mellett az idei évadban az Istenek alkonyában Gutruneként, a Bohém életben pedig újfent emblematikus Mimi alakításával lépett a színpadra. Míg májusban a Peleász és Melisson női főszerepében lesz látható az Eiffel Műhelyházban. Én csak azt tudtam, hogy lesz valami. A Magyar Ezüst Érdemkeresztelés Székely Mihály emlékplakettel is kitüntetett szoprán a 2016-17-es évadot követően második alkalommal részesült az opera legrangosabb kitüntetésében. Pályájáról hamarosan bővebb összeállítást is láthatnak itt az Opera Caféban, útjáról és díjazása utáni érzéseiről részletesebben a művésznő mesél majd.